Tisztelettel köszöntöm kerekasztal beszélgetésünk résztvevőit, valamint nézőinket a Magyar Közgazdasági Társaság pénzügyi kultúra és fintech szakosztály online rendezvényén. A rendezvény WebEx felületen zajlik, és az érdeklődők az MKT YouTube csatornáján is figyelembe tudják követni, illetve az ott utóbbi is megtekinthetővé válik. Mai beszélgetésünk témája: merre tovább a blockchain törvény után? A beszélgetést követően örömmel várjuk a tisztelt hallgatóság kérdéseit. Feltevésükre módot kínál a képernyő jobb alsó sarkában elérhető üzenetküldési funkció, avagy a kéz felemelése gombbal is jelezhetik, hogy kérdést kívánnak feltenni szóban. Nézőinknek és beszélgető társaimnak is megköszönöm, hogy mikrofonjukat lenémítják, amikor épp nem emelkednek szólásra. Örömömre szolgál egyúttal, hogy bemutathatom vendégeinket, akiknek ezúton is köszönöm, hogy elfogadták felkérésünket, és részvételükkel gazdagítják a programot. Tisztelettel köszöntöm Vágújhelyi Ferenc áramtitkár urat, a NAV elnökét, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, továbbá a 2022. március 8-án megalakult Blockchain Koalíció elnökét. Köszöntöm professzor dr. Darázs Lénárdot, egyetemi tanárt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem általános rektorhelyettesét, a Mesterséges Intelligencia Koalíció szabályozás és etikai keretek munkacsoportjának vezetőjét, és professzúra alapítási jogot elnyert Jean Monnet professzort, akinek projektje a Jean Monnet Chair on Law of European Data Economy, az ELTE Állami és Jogtudományi Kar polgárjogi tanszék szervezeti keretei között működik 2022. szeptemberétől. Köszöntöm dr. Pintér Éva egyetemi docensasszonyt, fintech szakfelelőst, a Corvinus Fintech Center stratégiai vezetőjét, szakosztályunk alapító elnökét. Köszöntöm Veres Mihály urat, a Nemzeti Mobilfizetési ZRT vezérigazgatóját. Végül, de nem utolsó sorban köszöntöm dr. Urbán Viktor kollégámat, a Neumann Nonprofit Kft. Állandó szakértőjét. Én pedig Vajda Viktor ügyvéd vagyok, az MKT pénzügyi kultúra és fintech szakosztály elnökségi tagja, a beszélgetés moderátora. Beszélgető társaimat arra kérem, engedjék meg nekem, hogy néhány mondattal felvezessem a mai témánkat. A digitális transformációhoz kapcsolódó kihívások és kockázatok kezelése érdekében több olyan Európai Uniós szabályozási aktus is elfogadásra került, amely várhatóan jelentős változásokat eredményez majd az úgynevezett kriptoeszközök piacain. Egy jogalkotói törekvésnek az egyik, ha nem is elsődleges, de bizonyosan jól beazonosítható mozgatórugója, hogy a folyamatos technológiai innovációk által kínált lehetőségeket kihasználva egyre többen választanak digitális pénzügyi megoldásokat. Felhasználói szemszögből ennek egyik kedvező hozadéka, hogy a bankkapcsolattal nem rendelkező személyek számára is elérhetővé teszik a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ezzel szemben azonban vannak árnyoldalak is, amikre fel kell hívni a figyelmet, ugyanis a technológiai innovációk működési modelljében rejlő potenciális visszaélési lehetőségek veszélyeztethetik a személyiségi jogokat, piaci erejük torzíthatja a versenyt, és esetleges szabályozatlanságok okán nagyobb a kockázata az online csalásoknak, illetve a fogyasztók megkárosításának is nagyobb mértékű veszélye állhat fenn. A hazai szabályozást illetően, amit a témánk is jelez, szükséges utalnom arra, hogy a pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló törvényt az a Magyarországgyűlés 2022. december 7-én elfogadta. Hatályba lépése márciusra esedékes. A saláta törvény foglalkozik többek között a pénzügyi eszközök úgynevezett tokenizációjával. Ez alatt értendő a pénzügyi eszközök megosztott főkönyvekben való digitális megjelenése, avagy a hagyományos eszközosztályok tokenizált formában történő kibocsátása. A törvény indokolása szerint a tárgyunkat képező pénzügyi szektorban a digitalizáció jelenti a jövőképet illetően a legnagyobb előrelépési lehetőséget, mind a szolgáltatások elérhetősége, mind pedig az ügyfélélmény javulása tekintetében. A magyar jogszabály egy jogharmonizációs kötelezettségnek is eleget tesz, mégpedig a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről szóló
2022. május 30-ai Európai Uniós rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. Bevezető kérdésemmel fordulok tisztelt vendégeinkhez, akikkel, ha megengedik, tegező hangnemben folytatjuk a beszélgetést. 2023. januárjában milyen természetűnek látjátok a blokklánc hazai ismertségét, megítélését az oktatásban, fogyasztók körében, az általános piaci szereplők megértését illetően és a pénzpiaci szereplők vonatkozásában? Mi az elsődleges asszociáció a bitcoinon túl, és változott-e ez az asszociáció az elmúlt években? Nem tudom, hogy szólhatok-e, Viktor, első. Parancsolj, Éva, köszönöm. Először is nagyon szépen köszönöm a kollégáknak a részvételt, és Viktor, neked főként köszönöm azt, hogy átvetted a moderátusi szerepet, tehát sokkal többször szóhoz tudok jutni, mint eddig, amikor folyamatosan én moderáltam ezeket az eseményeket, úgyhogy ezért hálás vagyok. És igen, nekem is többféle funkcióm, szerepem, sapkám van, és most az oktatási, az akadémiai sapkámat veszem elő. És oktatási szempontból én úgy gondolom, hogy az elmúlt években már kiszélesedett a blockchain-nél, nem csak a bitcoin az elsődleges, ami eszébe jut például a hallgatóknak. Ugye a Corvinuson nem egy képzés foglalkozik a digitális fejlesztésekkel. Tehát a hallgatók között nem csak a legfiatalabbakat tanítjuk, adunk át tudást, hanem tényleg vállalatvezetők is jelentős mennyiségben, létszámban megjelennek a képzéseken. És nálunk, ami a bitcoin mellett a blockchainhez kapcsolódik, az biztos, hogy a smart contracting, tehát az okos szerződések, az NFT-k, a különböző banki folyamatok, dokumentumkezelések, ez mind-mind felmerül egyes projekteknél, és hogyha az oktatási szemszögből kell néznem, akkor elkülöníthetőek olyan képzéseink, például, mint a gazdasági informatika, meg az üzleti adatelemzés, ahol tényleg a technológiai háttérben résztvevő és azt tanuló hallgatók, akik dolgoznak is, nagyon mély tudást szereztek, és náluk erősíteni kell például a pénzügyi innovációs területet. A másik oldalon az olyan posztgraduális képzéseknél, mint a kutatási és innovációs menedzser, és a fintech képzésünk, ugye, aminek én vagyok a szakvezetője, ott viszont nagyon sok esetben a pénzügyi innováció területén jelentős tapasztalattal rendelkező hallgatók és kollégák vannak, és náluk pedig tényleg ezt a digitális térnyerést, az új innovatív technológiai fejlesztések szerepét, a szabályozási közegnek a hátterét, illetve a nyomon követést, azt mindenképpen bővebben kell tárgyalni. Ugye, ha azt nézem, hogy oktatás területén ez mennyire gyakorlatiasul nálunk, akkor például a fintech képzésünkön, ami most fog indulni újra februárban, és eddig 3 évig végig folyamatosan jelen volt az oktatásban, minden egyes hallgatónknak, és ez úgy gondolom nagyon nagy eredmény, minden egyes hallgatónknak saját egzotikus tokenje van, tehát mindenki tud most szerződést készíteni. Én úgy gondolom, hogy ez az a terület, tehát a blockchain technológiának a háttere, a digitális fejlesztések elterjedése, talán itt kezdődik egy közös nyelvezet kialakítása az oktatásban. Tehát ahol a gazdasági informatikusok, az informatikusok, az adatelemzőknek meg kell tanulni a pénzügyi területi innovációkat, és akik gazdaságtant, könyveléstechnikát, pénzügyeket tanulnak, azoknak pedig rá kell látniuk a digitális fejlesztésekre, a technológiai fejlesztésekre. És ez egy nagyon komoly kihívás nekünk, mert meg kell tanítani a közös nyelvezetet. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, és ha itt a résztvevőkre, a beszélgetés résztvevőire nézek, akkor nem egy, nem kettő, hanem hárman már megjelentetek a mi képzéseinken, különböző funkciókban, különböző szerepekben, és mint ahogy te is, tehát folyamatosan kollégaként és oktatóként, tudásátadóként is megjelensz a képzéseinken. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg versenyképesen tud az oktatás bizonyos szegmense, bizonyos képzései lépést tartani ezzel a területtel, amivel mi most foglalkozunk. Ehhez hozzászólni, esetleg kiegészíteni? Parancsolj, professzor úr! Ugye az oktatást, illetve én is ilyen optimista vagyok, illetve ilyen pozitív attitűdöm lenne. Talán azzal egészíteném ki, hogy abban is egy nagyon
komoly előrelépés is történt szerintem Magyarországon, hogy nem ezzel a nagyon speciális témával kapcsolatban indul csak el az érzékenyítés, mondjuk így adott a tárgyalók a blockchain-nel, hanem egyre erősebben jelen van az adatgazdaság, mesterséges intelligenciával összefüggő kérdéseknek az egyetemi oktatása. Tehát ezért ma már szerintem nagyon nehezen képzelhető el egy olyan egyetemi hallgató Magyarországon, aki ne találkozza valamilyen módon ezekhez új digitális technológiákkal, és hogyha ezek az alapozás, vagy ez az oktatási ökoszisztéma szakmai tartalmát illetően gondolom megvan, akkor ebbe egyfajta ilyen speciális témaként értelmezhető módon illeszkedik mondjuk a blockchain-nek a kérdésköre is. Szerintem nehezebb egyébként, amit feltették kérdést a többi szereplő, mert ugye kérdezted, hogy illeszkedik ez a fogyasztókhoz. Hát a fogyasztókat, illetően nekem megvan őszintén, ez talán közhely, hogy a fogyasztói pénzügyi tudatosság, vagy egyáltalán a fogyasztói tudatosság az nagyon-nagyon gyatra Magyarországon. A fogyasztókat érinten a digitalizáció az most kezdődött el igazából érzékenyülni a digitális tartalomszolgáltatási irányelveknek a Magyarország implementációját illetően. Itt még püszkölnek a fogyasztóvédők is, meg a jogászok is, hogy ezt hogy kell érteni. Tehát szerintem a fogyasztóknál inkább egy felületes hajtószemlélet az, ami a blockchaint érinti. És hát amennyire nekem rálátásom van az általános piaci szereplőkre, különösen a pénzpiaci szereplőkre, ott viszont megint inkább optimista vagyok. Én látom, én tagja vagyok a vászlatbíróságnak, ami a tőzsdei banki szekcióban. Ott már régebben is voltak olyan ügyek, ahol akár természetes személy, akár intézményi szereplők tőkepiaci oldalon kerültek, esetleg új digitális technológiák alkalmazásával is bíróság elé. Tehát ez nem a legoptimálisabb meccet. De azért abból látszik, hogy van Magyarországon egy ilyen ismertség mondjuk a pénzpiaci szereplők vonatkozásában. Úgyhogy nekünk, meg sokaknak az lenne szerintem a feladata, hogy még jobban lehántsuk erről a témakörre ezeket a negatív attitűdöket, ami mondjuk a visszaélésekkel, bitcoinnal kapcsolatos kérdések. Tehát inkább a blockchain technológiának a pozitív felhasználhatósága az, ami inkább mondjuk így fókuszba állítandó a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, professzor úr. Vezérigazgató úr jelentkezett elsőként. Parancsolj, Mihály, hogyan látod ezt a piac oldaláról? Köszönöm, igen. Hát egy piac oldaláról egy olyan nézőpontból látjuk mi, aki egy olyan szolgáltatást üzemeltetünk, ahol közel 180 partnert integrál egy mobil fizetési rendszer, közlekedési szolgáltatók, különféle egyéb szolgáltatók, akinek a szolgáltatásait ugye egy közös nagy platformba lehet terelni. Ugye ebbe nagyon sok olyan partner is van ebben a 180-ban, aki a közvetlen ügyfélkiszolgálást végzi, tehát mi abban működünk közre, hogy különböző piaci szereplőkkel, bankok, telkó cégekkel közösen ügyfeleket szolgálunk, és ez közel 7 millió ügyfél, amit a mobil fizetési rendszer ma elér és kiszolgál. Mi a blokkláncot azt egy technológiai kérdésnek látjuk. Igen, a blokkláncban van egy olyan sajátos helyzet most ebbe a kérdésbe, hogy ez a kriptovalutákkal robbant be, mint technológia, és alapvetően a kriptóból jött ki a blokklánc. Ez egy picit elfedi a technológiába rejlő tényleges lehetőségeket. A kriptóról finoman szóval is vegyes érzések vannak, a kriptovaluta világáról vegyesek az érzések, nem feltétlenül pozitív, viszont maga a technológia az egy izgalmas. Rengeteg olyan lehetőséget meg tud oldani, ami a bizalmi kérdéseken alapul, illetve olyan megoldandó problémák, amit most még nehéz, tud segíteni a digitalizációban, amikor akár bankok, pénzügyi szolgáltatók, vagy bárki, aki a digitális piacra szeretne lépni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a piac alapvetően azért egy üzleti megfontolással indul neki ezeknek a problémáknak, tehát mindenképp helyére kell tenni azt a kérdést, hogy a technológia az pontosan mire jó, mire használható föl, és hogyan használható föl, és lehet-e a mögé valós üzleti modelleket építeni, mert hiszen
Nagyon sok problémát meg lehet oldani akár a blokklánccal, de ugyanazokat meg lehet, ugyanilyen bizalmi, hiteles megoldások, ezek léteznek más technológiával is. Tehát mi valahol ezt látjuk, hogy izgalmas a blokklánc, mint technológia, de még nagyon sok munka van azzal, hogy egyáltalán pontosan be tudjuk lőni, hogy egy digitális szolgáltatási értékláncba, egy ökoszisztémába hol van ennek a helye, és pontosan, tehát hogy tudjuk, hogy mire jó, és ne akarjunk tőle többet, és ne akarjunk mást, és ez akár üzletileg, egy teljes életciklust figyelembe véve, ez hogyan viszonyul a nagy egészhez, mert a végén azért az üzleti döntéshozó a legutolsó döntéseket azért mindig pénzügyi alapon hozzák meg, tehát amikor szolgáltatásokat méretezünk, a végén azért azt kell tudni kihozni, hogy ez egy fenntartható, rentábilis, működőképes rendszer tud lenni üzletileg is. Tehát mi ezt gondoljuk, hogy ezt a technológiát ezt vizsgálni kell, kutatni kell, mi magunk is szeretünk ilyen munkánkba részt venni, és ugye több betegekkel már végeztünk ilyen kutatást, ahol annak a kérdését vizsgáljuk, hogy ennek az üzleti környezetbe történő megjelenése, ez milyen módon történhet, vannak-e olyan valós use case-ek, ami nem egy erőltetett, hogy nézzük meg, hogy igen, ez kriptóval vagy blokklánccal meg lehet csinálni, hanem tényleg üzletileg is lehet, mert nagyon sok olyan eset van, ami akár ugyanúgy működik ma már egy tranzakciós hitelesített rendszerbe, és akkor erre lehet alternatíva a blokklánc. Tehát mi mindenképp azt gondoljuk, hogy ezen kell dolgozni, és meg kell találni a technológiának azokat a lehetőségeit és előnyeit, ami segíteni tud abba, hogy akár a hazai digitális vállalkozások valamiféle versenyelőnyhöz tudjanak jutni azokkal a big tech-ekkel szembe, akik jelen pillanatban azért az európai piacot uralják. És a legnagyobb problémánk jelen pillanatban ez, hogy egy nemzetközi big tech-kel nagyon nehéz fölvenni a versenyt, aki már a felhasználók mindennapját fogja a digitális térben. Az, hogy közlekedik, hogyan viselkedik, mit fogyaszt, hogyan fogyaszt. Velük nagyon nehéz versenyre szállni, hiszen iszonyú nagy felhasználói bázisokon dolgozik, és ehhez kell keresni valami olyan utat, hogy hogyan lehet ezt megtörni, ehhez jó szolgáltatásokat kell építeni. Lehet, hogy a blokklánc is segíthet ebbe, de valahol mi azt gondoljuk, hogy mindenképp azt meg kell tenni, hogy a hazai vállalkozásokat fölkészítsük arra, hogy versenyképesek tudjunk maradni, vagy tudjuk fokozni a versenyképességünket, és saját kézbe tudjuk tartani a saját felhasználóinkat, és ne engedjük ezt át. Tehát ebbe azt gondoljuk, hogy a blokklánc egy alkalmas technológia lehet, de van még azért sok más ilyen technológia, tehát mi azt gondoljuk, hogy ez nem ez lesz a szent grál, és nem maga ez lesz a megoldás. Ez talán egy jó eszköz lehet, de ezen nagyon sokat kell dolgozni, hogy ez tényleg jó eszköz lesz-e, és tényleg arra a problémára próbáljuk használni, amire jó lehet. Én arra biztatok mindenkit, hogy ezeket a fajta, az ilyen közösség együttműködéseket próbáljuk minél inkább előtérbe hozni. Bár ez egy picit ugye szemben vagy az üzleti gondolkodással, de azt gondoljuk, hogy azért ez a nap végén mégiscsak meg fog térülni, vagy megtérülhet, hiszen ha megtaláljuk azokat az együttműködéseket, amiből akár sikeres blokklánc alapú digitális szolgáltatási értékláncok jönnek létre, akkor azzal a gazdasági célokat is, vagy eredményeket is tudunk realizálni. Köszönöm szépen, vezérigazgató úr, örülök, hogy megfogalmaztad az OECD volt elnökének fő üzenetét a technológia eszköz jellegét illetően. Tisztelettel megadom a szót Vágóhelyi államtitkár úrnak, elnök úrnak. Parancsolj, elnök úr! Kérlek, a némító gombot szíveskedjen megnyomni, sajnos most még nem hallunk. Köszönöm.
Igen, köszönöm szépen. Illetve az eseménykezelés az a operációs rendszeren kívánni hallott, hogy az maga után. Tehát én, ugye az eredetileg a kérdés arról szólt, hogy hogyan lehetek az oktatásban fogyasztók körébe piaci szereplők között a blokkláncot. Én egy kicsit hozzátenném azt, hogy vajon a közszférában hogy látják, és nem akarom az időt húzni, mert az első de alapvetően a beszélt eredetileg, hogy nem sok dolga van vele. Aztán kiderült, hogy ez nem így van. És mondanék erre egy nagyon gyors példát is. Ha én egy közszféra által nem szabályozott ügyletbe belemegyek, mondjuk keresek egy olyan országot, ahol a pilótajáték nem tilos, akkor eldönthetem azt, hogy részt veszek-e benne, vagy nem veszek részt benne. Viszont ha nincsenek rá egyéb szabályok, tehát nem vonatkozik rá a polgári jog, követeléskezelés, stb., akkor az államnak a főhatalmát nem vehetem igénybe magához a követelésem kielégítéséhez. Tehát ha becsapnak, akkor nincs hová fordulnom. Egy kicsit így tekintett a közszféra is, maga a pénzügyminisztérium is sokáig a blokkláncra, de ez kiderült, hogy nem így van. Ugyanis a blokklánchoz nincsen szükség, most én a decentralizált blokkláncrendszerekről beszélek, nincs szükség az állam főhatalmára. Tehát egész egyszerűen, hogyha nekem van egy követelésem, akkor a protokoll végre fogja hajtani. Tehát azt nem lehet tőlem elvenni, és ha jól működik a blokklánc, akkor kétszer se tudom igénybe venni a követelést, tehát ugye magára a decentralizált főkönyvre azért van szükség, hogy a dupla követés problémát kezeljük. Egyébként bőven elég lenne az elektronikus aláírás használata is, hogy egy tényt igazolják. Na, tehát alapvetően ez a különbség. A másik az, hogy a blokkláncot én hogy látom. Én egy kicsit másképp látom, bizonyos értelemben, mint vezérigazgató úr, ez nem egy a technológiák közül. Ma két módon tudunk hitelesen elektronikus adatot tárolni, illetve elektronikusan értéket reprezentálni. Az egyik az a zártság. Tehát amikor minősítünk egy rendszert, a rendszernek van egy gazdája, mondjuk a Nemzeti Bank felügyeleti elnökhelyettese kiadja a banknak az engedélyt, hogy működhet, megnézik, hogy a bank informatikai rendszere az jó-e. És utána ezt a rendszert védik. Ha azt mondják, hogy jó, akkor a rendszert védik, és maga a zártság adja meg a hitelességét a rendszernek. A másik pedig a blokklánc. És pont. A blokkláncba ugye a nemzeti banki hitelesített rendszereknél, egy számlavezető, banki számlavezető rendszernél az az elektronikus jelsorozat, ami az én számla értékemet mutatja, azt ha én lemásolom, az semmit nem ér, semmit nem bizonyít, az csak addig, ameddig abban a zárt rendszerben van. A blokklánc ettől lényegesen különbözik, ott az a jelsorozat, az úgy van megcímezve, hogy csak az az ember tud hozzáférni, csak az a tárca tud hozzáférni az értékhez, csak az tud tranzakciót végrehajtani az értékkel, aki a privát kulcssal rendelkezik. És ez radikálisan más, mint a zártságra épülő rendszerek. Ott meg kell bíznom valakibe, itt abba kell bíznom, hogy nem veszítem el a privát kulcsomat. És maga az, hogy én most ezt a decentralizált rendszert azt egy folyamatos főkönyvbe tartom nyitvány, vagy blokkokba szervezem, stb. Ennek elméleti jelentősége nincs. A görgetett hash miatt végtelen kényelmes eszköz praktikus blokkokba szervezni. Illetve az, hogy időnként könyveljek, tehát ha nincs egy megbízható fél, akire rábízható a könyvelést, hanem mindenki könyvelhet, akkor szintén kénytelen vagyok blokkot létrehozni. A bányászathoz is blokk kell. De ezek nem a rendszernek a lényegét képezik. Tehát lehet olyan rendszer, ahol a monetáris eszközt nem bányászgépek állítják elő. Tehát az a lényeg, hogy a blokklánc az nem egy a technológiák közül, hanem a decentralizált hitelességnek a forrása. Tehát ma ez a decentralizált hitelesség forrása. Nem tudom, hogy mi lesz majd a kvantumkompjútereknek a korába, ugye amiket minimális kihívást jelentenek a blokklánc rendszerekhez, ezt azért hozzá szeretném tenni, tehát hogyha a nyilvános kulcsokat nem hozunk létre, és a blokkidő elég rövid, tehát a tranzakció után rövid a blokkidő, akkor ugye nem challenge-elhető a kvantum számítógépen se, hiszen nincsen elég adatom hozzá, hogy challenge-elhető legyen a biztonság, de azt lehet mondani, hogy én ma a decentralizált hitelesség eszközének látom a blokkláncot. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, elnök úr! Urbán Viktor kollégámnak azzal adnám meg a szót, hogy kérem, hogy a második kérdésemre is legyen kedves majd egyúttal reflektálni. Résztvevőink érintették már részben a technológia semlegesség aspektusát. És ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis az uniós jogalkotó szerint is figyelembe kell venni az egyenlő versenyfeltételeket és bizonyos alapelveket, mi szerint, hogyha azonos tevékenységet végzünk, azzal azonos kockázat járjon, azonos szabályok mentén lehessen azt kifejteni, és hogy a piaci résztvevők rendelkezzenek az innovációhoz szükséges szabályozási környezettel, legyen meg az átláthatóság, kerüljön porondra a méltányosság, a stabilitás, érvényesüljön a befektetővédelem, legyen elszámoltathatóság, és a piaci integritás fenntartása érdekében egyúttal gondolnunk kell a magánélet és a személyes adatok védelmének biztosítására is. Ezért kérem minden résztvevőnket, és elsősorban most Urbán Viktort, hogy fejtse ki meglátását, hogy miért van szükség következetesen és mindig hangsúlyozandóan a technológia semlegességre. Ehhez képest tekinthető-e mégis a blokklánc egyfajta primus inter párisnak, első-e a blokklánc a technológiák, az egyenlő technológiák között? Köszönöm szépen. Én is üdvözlök mindenkit, a beszélgető társakat is, és a hallgatóságot is. Az első kérdésnél, ugye, hogy milyen most a blockchain megítélése és a különböző szegmensek hogyan viszonyulnak. Meghallgattam a előttem szólókat, így azokat már nem szeretném újra elismételni. Tehát két speciális témakör jutott eszembe, kifejezetten a fogyasztókkal kapcsolatban. Ugye a fogyasztók alapesetben akkor jó, ha nem találkoznak a blockchain-nel olyan nagyon kiemelten feltétlenül, hiszen ez egy háttérrendszer elvileg, ami nem kellene, hogy a front office-ban és a felhasználói felületen feltétlenül látszódjon. Persze van olyan, amikor ez kifejezetten feature, tehát hogyha például valaki ilyen early adopter típus, és hamar elkezd foglalkozni az új technológiákkal, akkor ő ezt természetesen fogja látni és élvezni fogja az ezzel kapcsolatos funkcionalitásokat. Ilyen lehet például a különböző ilyen automatizált szervezetek, DAO-k és egyéb ilyen új megoldások, ahol én úgy gondolom, hogy ebben a szakaszban nem a fogyasztóvédelem, hanem a kockázatok és mellékhatások jó ismerete érvényesül még, tehát hogy ott jól tájékozott és viszonylag kockázattűrő fogyasztók fognak ezzel foglalkozni. Van két olyan terület, ahol viszont úgy érzem, hogy már bejönne a fogyasztóvédelem. Ez a kettő a metaverzumok világa, illetve az NFT-k világa, NFT-k piaca, és ezekkel kapcsolatban, nélkül, hogy most beleereszkednék, hogy mik ezek, én azt látom, hogy itt az elmúlt egy-másfél évben azon a hype-on túl, hogy ezek milyen izgalmasak, és megújítják az online játékot, az online kapcsolattartást, az online kereskedelmet. Valamiféle ilyen gyors sikerben való remény után egyfajta kiábrándultság és egy ilyen elutasítás jellegű hozzáállás is érezhető most. Tehát itt a fogyasztók védelmét, fogyasztók biztonságát, elköteleződésének lehetőségét abban érzem kihívás alatt, hogy ezek a témák hirtelen nagyon felfutottak, éjjel-nappal erről hallottunk gyakorlatilag minden csatornán, utána pedig elkezdték az ellenkezőjét kommunikálni felénk, tehát hogy ezek nem biztonságosak, ez bukás, ezt nem szabad használni, ezt felejtsük el, és akkor most egyfajta ilyen csalódott légkör övezi. Úgy gondolom, hogy ez a hullámzás, ez nem fog hosszú távon jót tenni ezeknek a termékeknek, tehát ha azt szeretnénk, hogy ezek tényleg rendesen elérhető piaci termékként, szolgáltatásként működjenek, akkor nem lehet a teljes pusztulás és a hype két végpontja között oszcillálni ebben. Ennyi lenne, ami a fogyasztókra vonatkozik. Ami a piacra és az egyéb felhasználókra vonatkozóan gondolok, tehát itt két oldala van az érmének. Egyrészt ugye a válságos helyzetek, a válság, a gazdasági előrehaladásnak a motorja mi legyen című kérdésnél. A blockchain, mint újító, disruptív technológia nagyon sokszor szóba kerül. Sokan úgy gondolják, hogy lehet akár így a gazdaságok megmentője, a pénzügyi szektor megmentője, az infláció legyőzője, tehát nagyon sok ilyen pozitív jelzőt tudunk rá
akasztani gazdasági szempontból, és ugyanennek az éremnek ugye a másik oldalán ott van, hogy más emberek meg azt mondják, hogy pont az ellenkezőjéről van szó, tehát a kiszámíthatatlan pénzügyi világot eredményezi, és egyéb ilyen kockázatokat vet föl. Én ebből a szempontból inkább az optimista érme oldalra szeretnék helyezkedni, tehát úgy gondolom, hogy ha van egy olyan típusú válság, ahol feltételezzük, hogy a korábbi megoldások már nem úgy működnek, nem tudnak akkora hatékonysággal működni, szeretnénk valamit optimalizálni, hatékonyabbá tenni, akkor mindenképpen érdemes a blockchainben gondolkodni, és kifejezetten ugye az ellátási lánc, mint sajátos felhasználási terület az, amit én említenék. Ugye a blockchain koalíciónak is van ellátási lánc munkacsoportja. Ennek elsősorban az az oka, hogy a világnak az ellátási láncaiban van egy olyan jól azonosítható problémakör, amiben számtalan módon tudna a blockchain segíteni. Most anélkül, hogy még további lehetőségeket, use case-eket gyűjtenénk, érdemes lehet azt megvizsgálni, hogy akkor az ellátási láncok fejlesztésében tudunk-e olyan apró, de határozott lépéseket tenni, ami tényleg világgazdaság és nemzetgazdaság szintjén is konkrét kézzel fogható eredményeket hoz. Ez lenne az első kérdésre adott reakcióm, és akkor a második kérdésre is reagálnék, ez sokkal rövidebb lesz. Ugye itt a technológiai semlegesség témakörében azt gondolom egy kiinduló probléma felvetésnek, hogy ha blockchainről beszélünk, már olyan értelemben nem tudunk technológiai semlegesek lenni, hogy a blockchain az bizonyos értelemben ugye olyan helyzetekre ad választ, amik blockchain nélkül föl se vetődtek volna. Tehát hogyha én egy elosztott főkönyvi rendszer alapú rendszer képzelek el, akkor igazából csak a blockchain technológián belül tudok abban gondolkodni, hogy én most ezt milyen műszaki alapokon valósítom meg, milyen szoftvert használok hozzá, egyebek. De az, hogy eldöntsem, hogy blockchaint használok, vagy nem blockchaint használok, én ezt nem érzem annyira sarkosan kiemelkedő technológiai semlegességi kérdésnek. Természetesen döntéshozás során csak a blockchain eufória az általában káros lesz, hiszen az ezt képviselő döntéshozók általában nem tudják jól megalapozni érvekkel azt, hogy legalább miért nem vett figyelembe még néhány más technológiát is, és miért nem zárta ki azoknak az alkalmasságát, mert ha ezt megteszi, akkor természetesen lehet, hogy az jön ki, hogy végül is a blockchain győzött, és hajrá blockchain, de jellemzően ezeket nem végzik el így, hanem ki akarják próbálni a blockchaint, és ez ilyen értelemben támadható döntéshozatali mechanizmussá válhat, hogy jó, de csak azért dobtad be, mert téged ez izgat, és te szeretnéd kipróbálni, és nincs hozzá hatásvizsgálat. Egyébként ugye erre az Európai Unió, ahogy én látom, azt a megoldást találta, hogy Electronic Ledger néven említi a technológiát, amiben ugye egyéb dolgok is beleférhetnek, most csak a hashgraph jut eszembe, de nyilván lesz a jövőben új technológia is, és lehet, hogy teljesen más típusúak is beleférnek, ami nem is igazából nem is blockchaint használ, és nem is ezen a mechanikán alapszik. Ezt érdemes például a pályázatok kezelésénél meg oktatás körében figyelembe venni, hogy mondjuk ez a szóhasználat elterjedté vált, de amúgy a többi szempontból az előbb elmondottakat gondolom. Köszönöm szépen. Köszönöm, Viktor. Professzor úrhoz fordulnék, felidézvén, hogy az 59-es PTK még említette a telex és a fax eszközeit. Meghaladottá vált-e ez nézetet szerint, hogy konkrétan nevesítsünk egy technológiát, és ahhoz illesszünk jogtechnikai megoldásokat? Erre nagyon könnyű válaszolni egyértelműen, hogy igen, természetesen. Én egyébként ezt az egész technológiai semlegességet, ezt nem egy blockchain-specifikus felvetésnek gondolom. Ha belegondolunk a teljes digitális transzformációval kapcsolatos jogszabály csomagban, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok ebben a hatalmas nagy jogalkotási komplexumban, ebben mindenhol megjelenik a technológiai semlegesség. Tehát kezdődik az Európai Adatstratégiával, a mesterséges intelligencia rendelettervezetben, az adatmegosztási dételek tervezetben, vagy egy egészen egyszerű, ezekhez a kérdésekhez képest egyszerű szabályozás, aminek a fogyasztói
digitális tartalomszolgáltatási szabályokban. Egyszerűen a technológia semlegesség az azt akarja itt megjeleníteni, hogy egyfajta interoperabilitást akar biztosítani, hogyha rátérünk adott esetben ennek a beszélgetés apropójának az egyik okára, hogy ugye pénzpiaci szabályok tekintetében tölt egy jelentős jogszabály alkotás, tehát mondjuk így a pénzpiaci eszközök tokenizációja. Ez most már nagyon sokan gondolkoznak arról, hogy mondjuk ezeknek a digitális eszközöknek hívjuk a tokenizált pénzpiaci eszközöket, lehet-e ott esetben hitelbiztosítéki funkciója. Tehát ahol mondjuk egy értékpapír szolgáltató vagy más adós biztosítékként adja egy követelésnek a biztosítására ezeket a tokenizált pénzügyi eszközöket. Igen, nem, hogy tegyük fel igen, mert elég komoly gondolkodás van erről, hát akkor azonnal felmerül, hogy ez csak úgy tud funkcionálni a értékpapír szolgáltatónál, a jogosultnál, a kötetnél, hogy ez egy technológiailag transferálható, vagy hogy is mondjam, tehát egy technológia kompatibilis rendszerben működik, és én még nem is ezeket a nagyon magasztos szempontokat mondanám itt, amit a felvezető kérdésben említettél, hogy innováció támogatás, hogy egyszerűen az egész technológiának, vagy ennek az egész digitalizált piacnak és technológiáknak a fejlődése csak úgy képzelte el, hogyha az alkalmazások azok nem válnak rabjaivá egy technológiai megoldásnak. Úgyhogy ezért a teljes jogrendszer, nemzetközi jogrendszer, magyar jogrendszernek egyre nincsen más választása, mint hogy egy technológiai semleges megoldásokat kell, hogy kialakítson. Ugyanígy mondjuk a mesterséges intelligencia szabadásnál az nagyon furcsa lenne, hogyha mondjuk valami fajta szoftver technológiákra, vagy akár valami számítógép tárolási felhő struktúrában jelentkező infrastruktúrának a technológiájára akarná ráfejleszteni, vagy a szabályozást megfogalmazni. Úgyhogy én ezt a technológia semlegességet inkább egy magától értetődő szempontnak gondolom, és valójában a fordítottja, hogy ez úgy legyen szabályozó, hogy valamilyen technológia favorizál, ezt igazából nem is nagyon tudom elképzelni. Itt nem arról van szó, hogy magát a blockchain technológiát akarná összevetni bármilyen más technológiával, hanem arról, hogy ennek a fejlesztésének a során olyan megoldásokat kell találni, ami interoperábilis más megoldásoknál, tehát hogy össze legyen kapcsolható egyik másik fejlesztési program, másik felhasználónál is értelmezhető legyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a digitális szabályozási csomagnak egy magától értetődő velejárója, ez a technológia semlegességi felvírás. Köszönöm szépen, hogy ezt aláhúztad. Szerintem sokak megértését segítettük ezzel. Docens asszonyhoz, Évához fordulok. Te miként látod ennek a kérdésnek a jelentőségét? Köszönöm szépen. Én csatlakoznék professzor úrhoz abban a kijelentésében, hogy a technológiai semlegességet ugye alapnak vagy adottságnak kell venni. Ez nagyon nehéz kérdés, amit feltettél nekünk. Én úgy gondolom még pluszban ehhez, hogy egy előfeltételnek kell megvalósulnia, hogy technológiában is versenyképes érintettek, résztvevők legyenek, és nem csak a fejlesztők, hanem a fogadó bázis vagy a felhasználói oldalon is, mert ugye te itt a verseny feltételeket, meg versenyképességet is említetted. Na most, ha ugye azt veszük alapul, hogy a blockchain az egy olyan engedély nélküli nyitott platform, ahol a tranzakciók és a kapcsolódó ellenőrző mechanizmusoknak a működtetésére vonatkoztatjuk, ez arra alapozódik, akkor ez egy nagyon nehéz kérdés, és én ketté választanám, mert ha mondjuk értékpapírok esetén vizsgálódunk, akkor ott mindenképpen kell az a szabályozás, meg az a felügyelet, ami biztosan ilyen konzorciumi platformokat fog igényelni. Ha tovább megyünk, és azt mondom, hogy egy jegybank pénz, vagy egy kriptoforintra vonatkozik, akkor ebben az esetben versenyről szó sem lehet, technológiai semlegesség az inkább egy technológiai adottságnak az elfogadása, de ha azt mondom, hogy tőzsdei kereskedés, ott akár egy versenyképességet, vagy egy versenyt azt nem is kell elvetni. Tehát én úgy gondolom, hogy biztosan lesznek olyan tevékenységek, ahol kellenek ezek a konzorciumi platformok, ahol privát, engedélyhez kötött megoldások vannak. Egyébként erre vannak nagyon jó gyakorlatok. Én
Én többször olvastam pont, amikor veled is beszélgettünk, akár oktatási szinten ezekről, és én azt láttam, hogy mondjuk Ausztráliában a tőzsdei kereskedést nagyon-nagyon lelassították az okos szerződések, tehát hogy ott kifejezetten már buta szerződéseknek mondták, mert nem minden feltétel volt versenyképes ehhez. Nem elég ismerni a smart contracting, a hátteret, nem elég ismerni a tőzsdei kereskedési szabályokat, mert itt már egy teljesen más dimenzióban is tudni kell versenyfeltételeket biztosítani. De ha azt mondom, hogy Málta és a máltai törvénycsomag ugye három részből állóan, ott viszont nagyon jól szabályozták nem csak ugye a főkönyv, az elosztott főkönyvi technológiáknak a hátterét, hanem a kriptokereskedelmet, illetve a blockchainnek az egész mechanizmusát, konszenzus mechanizmusokat, és ott például én ezt nagyon üdvözlendőnek tartanám, és biztos, hogy lesz is ennek megfelelője, ott van egy digitális innovációs hatóság, amikor is nem szaladunk, szerintem nem szaladnánk bele abba, mint amit Urbán Viktor kolléga is felvetett, hogy nálam ez a tyúk vagy a tojás mi volt előbb, hogy jól csináljunk valamit blockchain alapon, próbáljuk ki, aztán lehet, hogy be fog dőlni, mert ki kellett próbálni. Piacra kellett vinni valamilyen megoldást, és lehet, hogy nem fog működni. Akkor ne utólag kelljen kisöpörni a piacról, amiből mindenki nagyon jól, a többi szereplő nagyon jól tudott tanulni, de mivel nem volt megfelelő szabályozása, ezért sajnos kiesett a rendszerből az az első fejlesztés. Tehát mindig az elsőknek a legnehezebb. Ugye, hogyha ezt a piaci alapot veszem, akkor a verseny előfeltételeit kell megteremteni ahhoz, hogy mondjuk egy technológiai semlegesség az szóba jöhessen. Ha pedig nagyon kötötten azt mondom, hogy az MNB célja mondjuk a monetáris transzmissziónak az erősítése, tehát a pénzkínálat, a kamatlábak, a kormányzati vásárlásoknak a hatása a gazdaságra, akkor biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon kötött dolog, egy kötött platform, egy konzorciumi szereplőknek az együttműködése, és ellenőrzött platform kell, és most ha meg a valós életet nézem, hogy most van egy forint átutalás, abból B-be utalok forintot, akár magyar, akár nemzetközi területen, ennek megvannak a nehézségei, de az biztos, hogy A-ból B-be utalva különböző rendszerek kommunikálnak egymással, nem feltétlenül csak pénzintézeti rendszerek, és ezek is technológiák, amik kommunikálnak egymással, amit az adott intézmény éppen preferál. Most akkor ez semleges vagy nem semleges? Kell-e semlegesnek lenni? Szerintem nem minden területen kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy egy újabb dimenziót is megjelenítettél ennek a kérdésnek a kapcsán, amelynek a vonatkozásában államtitkár úr értékes hozzászólását is köszönettel várom. Parancsolj! Köszönöm szépen! A technológiai semlegesség az mérnöki megoldásokra szokott vonatkozni. Tehát arra, hogy mekkora a tengelynek a átmérője, nem tudom én, milyen hőátadási tényezője legyen, stb. A informatikai rendszerekben is vannak ilyen típusú előírások. A blockchain az ebben a tekintetben, most a nyílt, a decentralizált blockchain rendszerekről beszélek, az kevésbé mérnöki alkotás, sokkal inkább matematikai. Tehát egy blockchainnek nincs szoftvere. Ilyen értelemben nincs technológiai megkötése. Olyan értelemben van technológiai megkötése, hogy milyen aláírást használok például hitelesítésre. Vagy olyan értelemben, hogy hogyan könyveljem le a tételeket, hogyan dől el az, hogy kikönyvelheti le a tételt, és ezért mondjuk mi a fizetsége. És ezt önmagának állítja be. A többiek a konszenzus alapján elfogadják azt, hogy jól állították-e be. Például most lehet könyvelni, valaki megpróbált lekönyvelni egy bitcoin blokkot, úgyhogy az eredeti 50 bitcoint adja magának a mostani, nem tudom én, 7,5 vagy már lehet, hogy ennél is kevesebb bitcoinnál. Nem fogják a többiek lekönyvelni. Tehát tovább folyik a verseny az előző blokkért, mert szabálytalan volt, a protokollt nem engedte. És ez itt a kulcs szó, a protokoll. Csak a protokollt kell betartani. A blockchain rendszerek, az nincs szoftver mögötte, csak szoftver, valamilyen implementáció van. Vannak javasolt szoftverek. Én, ha akarom, akkor saját magam megírom az összes tranzakciót. Én írom alá a saját van. Ugye két típusú művelet van.
Az egyik az a tárcaművelet, tehát az, hogy rendelkezem azzal a jószággal, amiről bizonyítványom van, hogy az enyém, arról csak én tudok rendelkezni, a másik pedig a könyvelési művelet. Mind a kettőhöz írhatok saját szoftvert. Tehát a Bitcoinnál nincs ilyen értelemben technológiai megkötés, hogy milyen szoftvert használjunk. Tehát csak a protokollt kell tudni betartani. A másik az, hogy nézzük meg a bankokat. Tehát, hogy most mi a helyzet? Nekem van mondjuk a valamelyik banknál, egy kereskedelmi banknál egy számlám, akkor a technológia olyannyira kötött, hogy a mobiltelefonon vagy a weben keresztül csak egyetlen módon, az általa megadott módon férhetek hozzá. A mobiltelefonom az ő szoftvere kell, hogy fusson. Én nem írhatok olyan szoftvert, ha csak nem vagyok a PSD2 irányelv szerinti pénzügyi szolgáltató, nem írhatok hozzá olyan szoftvert, hogy én hogy akarok hozzáférni, hogy akarok rendelkezni a vagyonomról. Ez az abszolút technológiai zártság. Tehát most ez a helyzet. Ennek transzparensnek kell lennie. Tehát a technológiai semlegesség, ami ma az uniós szabályokról kiderül, az az, hogy maga a protokoll az legyen transzparens, de maga az ügyfél az hozzá se férhet. Csak a bank által, vagy a szolgáltató által meghagyott módon. Ez radikálisan különbözik a blockchain rendszerektől. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Hangsúlyoztad a protokoll betartását, docens asszony pedig aláhúzta a tesztelésnek a jelentőségét. Ugye a tárgyunkban is szereplő uniós rendelet szerinti kísérleti rendszer éppen ezt is célozza. Ennek a kontextusában csak témafelvetés gyanánt hadd emlékeztessek arra, hogy a 2008-as pénzpiaci válság kapcsán ugye sokan arra is utaltak, hogy a család magatartások mellett a hibás banki termékek elérhetősége is aggályos volt. Ezért kérdezném vezérigazgató urat, hogy megítélése szerint mi lehet a jelentősége egy tesztkörnyezetnek, egy kísérleti rendszernek? Fontos-e egy gondozásotokban megvalósuló fejlesztésnél, hogy a résztvevők száma elérjen egy kritikus tömeget, illetőleg lehet-e annak megfelelő olvasata, hogy valaki kivárásra játszik, és mondjuk ezzel kevesebb erőforrást áldoz be, amíg a kísérleti fázis zajlik, aztán utána egy kész terméket, egy kipróbált módozatot kap, avagy ezzel éppenséggel lemaradást generál a saját hátrányára. Nem hallunk most sajnos, kérlek a némító gombot, köszönöm. Igen, most jó. Hát egy-egy új szolgáltatás kapcsán az mindig érdekes és egy izgalmas feladat, hogy egy izgalmas feladvány, hogy indulunk el, főleg akkor, amikor akár a pénzügyi szolgáltatások területén is azért ugye elég komoly innováció van, a digitalizáció az egy nagyon komoly átalakulást hoz. És azzal, hogy keressük a jövőt, próbálunk felszínen maradni, ugye megyünk az új dolgok felé. És hát kísérletezni kell, hiszen valahol ugye az innováció fogja előre vinni ezeket a megoldásokat, aki mer innoválni. Ehhez talán az egyik legfontosabb, és ebben a pénzügyi szektor ez jól áll, és ez itthon is egy nagyon jó példa, de erre nagyon sok példát látunk a világban, hogy úgynevezett sandbox környezeteket hoznak létre, amikor akár úgy tudunk kísérletezni, amikor még akár a jogalkotás sincs kész. És ez azért is fontos, mert ugye nagyon nehéz, főleg akkor, amikor egy ilyen dinamikus technológiai robbanás van, ugye hol van már az a régi Moore törvény, hogy a processzorok sebessége hogyan nő, tehát már lerajzolni se tudjuk, és már túlhaladott. Tehát nagyon nehéz, és nagyon nehéz helyzetben van maga a jogalkotó, mert hogyan szabályozzon egy olyan jövőt, ami igazából mire leírjuk, már megváltozik. És itt fontos az, hogy ezt egy, de mégiscsak valami keretek között végezzük, és ki tudjunk vele menni a valós felhasználókig. Mert akár egy pénzügyi, de bármilyen digitális szolgáltatástól, főleg ilyen bizalmi kérdések is följönnek, nagyon nehéz csak egy zárt tesztrendszerbe tesztelni, tehát mi fontosnak tartjuk azt, hogy igenis ezek a sandbox típusú
példák azok terjedjenek el, és merjünk úgy innoválni, hogy ne csak a technológusok, az informatikusok, hanem a jogalkotók is merjenek innoválni, és ezt valamilyen szabályrendszer szerint, de közösen végezzük, és segítsük egymást, hogy mindenki megértse a másik célját, hiszen a jogalkotónak is van egy meghatározott célja, neki ugye a kereteket garantálni kell, hiszen a legvégén mindig oda fordulunk, hogy a szabályok védjenek azért valamilyen módon minket, de ugyanúgy az üzleti szereplőket is meg kell érteni, hiszen úgy szeretnének az üzleti szereplők innoválni, befektetni, hogy az hasznosulni tudjon, ergo versenyképesek legyenek, tudjanak eredményeket realizálni. Tehát ilyen téren fontos. Fontos az, hogy elérjük a szereplő, azokat a végfelhasználókat, és be tudjuk vonni, főleg akkor, amikor egy új terméket vezetünk be, hogy minél több olyan potenciális ügyfelet már a fejlesztésbe be tudjunk húzni, amikor azt ki tudjuk dolgozni, hogy igazából mire van a piacnak szüksége, és rájuk tudjunk szabni. Ugye ezt az informatika ezzel az agilis módszertannal azért próbálja megoldani, hogy próbáljunk agilisen fejleszteni, tehát őket be kell hozni. Ennek igazából ez azt gondoljuk, hogy ez egy gondolkodás kell, hogy legyen, és ebben maga az EU is egy jó példát mutat, hogyha segíti az EU-n belüli piacokat, szereplőket, akár a jogalkotót, akár a digitális piac szereplőket abba, hogy keretrendszert ad hozzá, forrásokat ad hozzá, hogy próbáljanak ezek a projektek elindulni, hogy legyenek minták, legyen egyre több sandbox, akár olyan szintig, hogy vonjuk be a felhasználókat, és így jussunk el oda, hogy nem csak kísérletezünk, nem csak kipróbálunk egy technológiát, egy új módszert, hanem valójában új szolgáltatásokat hozunk létre, ami a szereplők számára ez mindenkinek előnyös lehet, hiszen a felhasználó olyan szolgáltatást fog kapni, amit ő ma elvár, és ebbe azt gondoljuk, hogy magának az államnak is élen kell járni, hiszen az állam is digitalizál, az állam is egy szolgáltató, hiszen az adófizetők felé szolgáltat valamiféle szolgáltatásokat, tehát igenis legyen ebbe élenjáró maga az állam is, a jogalkotó is, és a technológiai szereplők. Tehát ennek a keretét látjuk mi abba, hogyha az EU ezt elkezdi támogatni, mert ugye maga az új stratégiája és az Európai Uniónak ugye a digitalizáció és fenntarthatóság köré épül. Egy picit már ő is ebbe az irányba belelép, hogy annyira nem is a technológia, hanem sokkal inkább azt mondja, hogy minél több szolgáltatás legyen digitálisan elérhető, és az, hogy milyen technológia vagy mi van mögötte, az igazából mindegy, csak legyen korszerű, gyorsan, hatékonyan, magas megbízhatósággal a felhasználók számára elérhető. Ugyanakkor legyen fenntartható, tehát mindezt úgy végezzük, és a fenntarthatóságban sem csak magát az üzleti fenntarthatóságot kell érteni, hanem beleérti a környezetit, hiszen az is fontos, de a társadalmit is, hogy ezt mindenki számára elérhetővé tudjuk tenni, ne legyenek privilegizált felhasználók, hogy csak egy bizonyos eszközszinttel tudnak belépni, és akár jövedelmi helyzethez legyen kötve, hogy ki tud egy digitális szolgáltatást igénybe venni, ki tudja annak az előnyeit élvezni. Hát azt gondoljuk, hogy ez mindenképp egy jó, és ezt követni kell, ezt itthon követni kell a jogalkotónak is, át kell venni, akár ugye követni kell ugyanúgy az egyetemi, a kutatási szférának is, bele kell rakni azt a tudást, ami a részükről kell, és kell a piaci szereplők részéről is a nyitottság, hogy legyünk nyitottak az ilyen együttműködésekre, mert azt továbbra is nekem ez az egyik nagyon komoly ilyen berögződésem, hogy egyedül senki nem fog tudni egyetlen egy big tech-kel szemben sem menni. Együtt sem egyszerű, de együtt talán erősebbek tudunk lenni, hiszen tudunk jogi környezetet, tudunk igazgatási, akár államigazgatási környezetet mögé rakni, tudunk olyan tudás, know-how-t, amit bele tud rakni a felsőoktatás, és tudunk felhasználókat, akinek meg igénye van rá. És akkor azt gondoljuk, hogy ez a kezdeményezés, ezt mindenképp vinni kell, és ezzel élni kell, mert akár erre forrásokat is lehet magától az EU-tól elhozni, és tudjuk a saját digitális piacainkat fejleszteni. Köszönöm szépen, vezérigazgató úr. Professzor úrhoz fordulnék egy kísérleti rendszer
ódiumainak, következtetéseinek levonása tárgyában. Ugye az, hogy egy kísérleti rendszerhez társul felügyeleti feladat, ez viszonylag magától értetődő. Ugyanakkor azt mondja az uniós rendelet preambuluma, hogy ez a kísérleti rendszer és annak a felügyeleti struktúrája nem értelmezhető úgy, mint amely precedens teremt a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó bármely jövőbeli uniós jogszabály tekintetében. Szabad-e ezt úgy értelmeznünk, hogy a kísérleti rendszert a jogalkotó is figyelemmel követi, és utána maga is tanulni igyekszik abból, és ennek fényében hozza majd meg, alkotja meg a jogalkotási termékeit? Szerintem ez csak így értelmezhető, és én igazából ennek a, ez szerintem egy, főleg nekünk jogászoknak egy ilyen súlyú, komplexitású szabálycsomagnak a kísérleti jellege, az mondjuk nem nagyon fér bele a hagyományos jogi gondolkodásunkba, ez kétségtelen tény, mert egy jogszabály az jellemzően, vagy nincs értek, megpróbálja úgymond a véglegessé vagy a teljes igényével szabályozza az adott jogviszonyokat. Itt meg azért ki van nyilván mondva, hogy ez, most megpróbáljuk ezt a konstrukciót, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. De ennek én azt gondolom, hogy ezen a területen az évvilágon semmi negatív felhangja nincs. Ez egy nagyon-nagyon üdvözlendő megoldás, én azt gondolom. Tehát egy ilyen jellegű szabályozási sandboxnak a megalkotása, ez mondjuk eléggé ritkaság, ezt elismerem, de ezen a területen azt hiszem, hogy nem lehet nagyon másképp előre haladni. Azért mondja, hogy nem precedens, mert pont ez a lényeg, hogy nyilván ezeket a megoldásokat, legyen ez akár bármennyire felügyeleti intézmény, mondjuk ott a pénzpiaci területen az MNB részéről, vagy akár bármely részkérdés, ami a pénzpiacokon lévő tokenizált pénzügyi eszközöknek a piaci mozgását érinti, hogy ezeknek a részletkérdései még egyáltalán nincsenek nemhogy szabályozva, hanem még végig gondolva sem. Hát mondok két vagy három nagyon rövid példát, hogy mi mindent, és ezek teljesen egyszerű, és semmifajta komoly technológiai szempont nincsen mögött, amit most mondok. Nincsen elvarva az a szál, hogy a tokenizált pénzpiaci eszközök azok dolognak tekinthetők-e, vagy pedig valamilyen kötelmi jellegű jogviszonynak. Ez egy óriási, tudom, hogy ez mondjuk a nagy forradalmi kérdésnek azért nem tűnik, de jogi szempontból ez egy elképesztő komplex kérdéskör. Ilyen érvek is szólnak, olyan érvek is szólnak, mert Németországban hosszú ideig ez volt az akadálya, már Bundesregierung egy előterjesztést sikertelenül vitt különböző fórumok elé, mert ezt a kérdést nem tudták megválaszolni, és addig nem is tudják valójában, ameddig a konkrét működésnek egyes részletkérdései nincs elszabályozva. Hogy az előbb említett kérdéskör, a European Law Institute, az egy nagyon komoly energiákat fordít arra, amit az előbb említettem, a tokenizált pénzpiaci eszközök hitelbiztosítéként való kezelhetőségéről. Lehet, nem lehet, mi itt a kielégítési sorrend, van-e hasonló az állókhoz, mit lehet itt csinálni. És hát ennek egy további részletkérdése, hogy mondjuk milyen jogot kell alkalmazni az ilyen jellegű jogviszonyokra. Tehát ugyanez egy európai uniós rendelet a pénzpiacok tekintetében, de az előbb említett kérdésekkel illetően fogalmilag szóba kerülnek más országok, tehát több országnak is jogának az alkalmazhatósága, melyik államjoga alapján kell ezeket a kérdéseket elbírálni. Három teljesen fakados jogi kérdés, ami nélkül tulajdonképpen egy ilyen típusú piac, vagy egy ilyen típusú technológiára épülő piaci szegmentum sem tud működni, de ezeket nem lehetett most megvászolni, vagy az lett volna az alternatíva, és ehhez képest szerintem egy óriási fejlődés, vagy egy berobbanó szabályozás a jogszabályi körületbe, hogy akár ugyan kísérleti jellege, de legalább szabályozták a blockchainnek egy ilyen jelentős aspektusát. Úgyhogy ezért én azt gondolom, hogy kifejezetten ezek a szempontok, amiket itt végigbeszélünk most is, meg amiket látunk ebben a rendeletben, meg szóba kerülnek, ez nem lehet másként szabályozva, mint egy ilyen kísérleti jellegű, sandbox jellegű szabályozási keretekben. Viktor, ne arra, hogy még egy dolga, nem állom meg, hogy vissza ne térjek az előző kérdéskörre, ami nagyon szorosan összefügg ezzel, tehát nem trókodja szét a témát. Tehát félek, hogy egy picit vagy lehet, hogy én tőleérthetően hoztam elő, vagy ezt a technológia semlegességet. Tehát nem arról van szó, hogy a technológia semleges, hanem a szabályozás semleges a technológiával szemben. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy azt a technológia semlegességét annyit mond, hogy amit elnök úr említett, hogy most nagyon leegyszerűsítve, hogy ez nem szabványosítható a blockchain
egyes megoldások, tehát technológia megoldások, mint mondjuk egy gépnek a szabványa. De pont erről szól a történet, hogy ezek a szabályok, ezek mindenfajta technológia megoldásra irányadóak, és nem tesz különbséget az egyes megoldások között. Tehát a technológia semlegesség az egy szabályozási semlegesség a technológiákkal szemben, és ehhez képest meg még inkább érthető ez a kísérleti jelleg, mert az már nagyon furcsa lenne, hogy bizonyos, ha különválasztható lennének szabályozási oldalról bizonyos megoldások, akkor erre ABCD verziókat hozna létre jogszabály, tehát ez nyilván egy alkalmazatlan témakról lenne. Úgyhogy még egy ilyen kísérleti jellegű rendszerben is egy egységes és technológia semleges szabályozást akar a jogalkotó, hogy utána aztán majd nyilván alakul a jogalkotás. Még egy utolsó mondat, hogy az egy picit hiányzik, hogy azért ne csak ilyen pozitív legyen ez a szabályozáshoz a hozzászólás, hogy az egy picit hiányzik, hogy mind a, amellett, hogy más jogszabályoknál is jelenleg, ami a digitális technológiák fejlődését érinti, elő van irányozva egy belátható időn belüli felülvizsgálat, az itt hiányzik, vagy én nem láttam, vagy figyelmet olvasom a szabályozást. Tehát meg van mondva, hogy mondjuk a, nem tudom én, a többször szóhozta a digitális tartalomszolgáltatási irányelvet, az 2024-ben felül kell vizsgálni. Vagy például a Data Governance-eknek a működésére elő van irányozva, hogy 5 éves működés után felül kell vizsgálni. Tehát itt ez a blockchain szabályozás, ez a blockchain rendelet kísérleti jelleggel, ez talán jó lett volna, de persze nem lehet megmondani, hogy 5 év múlva, vagy 2 év múlva kell az a felülvizsgálatot megtenni, és akkor nincsen beépítve ebben a rendszerben egy ilyen felülvizsgálati mechanizmus. Bár kétségtelen tény, hogy a MNB, vagy a kijelölt felügyeleti hatóság tájékoztatni kell nyilván az Európai Bizottságot a szabályozási gyakorlat alapján ennek a piacnak az alakulására, és akkor körvonalazódhat egy ilyen monitoring rendszer, mondjuk így, hogy hogyan működik ez a pénzpiacokat érintő blockchain rendelet. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólásodat, professzor úr. Én nem menteni kívánom a uniós jogalkotót, de az, hogy eleve egy, azt hiszem, 6 éves mentességi időszakot is kijelölhet ez a kísérleti rendszer, az lehet, hogy még egy következő lépésben fogja szükségessé tenni azt, hogy a normák felülvizsgálatára sor kerüljön, ez időről időre mindig szükséges. Ugyanakkor azt, mint elválik egymástól, hogy jó produktumot hozott-e létre az Unió, avagy éppenséggel nem váltja be a hozzáfűzött reményeket. Ugye a rendeletben van egy előrejelzés, igen bátor e tekintetben a jogalkotó, azt mondja, hogy a hitelkockázat és a likviditás tekintetében az alapvető kompromisszumok egy tokenizált világban is megmaradnak. A tokenizált rendszerek sikere attól fog függeni, hogy legalábbis átmenetileg mennyire jól működnek együtt a hagyományos elszámoláson alapuló rendszerekkel. Na most ebben a tekintetben azért gondolom bátornak a jogalkotót, mert a GDPR, ami egy sikertörténet uniós szinten, az olyan szempontból világpolgár, hogy megmondja, hogy mi az ideális állapot, de nem mondja meg, hogy hogyan kell csinálni. Itt pedig egy viszonylag dodonai, átfogó utikalauzt kaptunk a jogalkotótól, még ha csak preambulum szinten is. Kérdezem minden résztvevőt, hogy hogy látjátok, ez egy szép új világ kapuja, sikertörténet lesz uniós szinten, versenyelőnyt jelente ez kontinensünknek, avagy láttok ebben még fiaskót, ahogyan arra professzor úr is rámutatott? Parancsolj, vezérigazgató úr! Hát én azt gondolom, hogy a GDPR is azért egy... Azért azt is két, az éremnek két oldala van. Egyrészt az egy nagyon fontos, hogy megpróbál egy környezetet kialakítani abban, hogy az adatok, az adataink, az ezzel való rendelkezés, az ezeknek a felhasználása az egy szabályozott, átlátható rendszerbe történjen. Ugyanakkor azért azt nem oldja meg az Európai Unió, hogy mi történik akkor, amikor egy külső, tehát az unióból kívülről beérkező szolgáltató kérdését hogyan kezelés. Gyakorlatilag azért ezt ma nagyon sok digitális szolgáltató ezt úgy éli meg, hogy ez egy nagyon jó dolog, de ugyanakkor ez egy versenyhátrányt is jelent, mondjuk azzal, aki nem az Európai Unió belső joghatóságai
felhatóság alatt működnek, hanem kívülről jönnek. És sajnos ez egy veszély, ebben az esetben is egy veszély lehet. Tehát valahol az Európai Uniónak azt kell nagyon jól látni, vagy azt kell még mélyebben elemezni és meghatározni, hogy a szabályozás, a kívánt cél az teljesüljön, és ne csak azt teljesüljön, hogy legyenek védve az értékek, legyenek védve az adatok, hanem valahol azt is vegyük figyelembe, hogy ha tényleg az a célunk, hogy a belső szolgáltatókat, az EU-s cégeket hozzuk helyzetbe, segítsük őket, akkor igenis egy olyan keretrendszert kell kidolgozni, hogy ezt ne lehessen azzal átlépni, hogy például EU-n kívüli szolgáltatók nem veszik figyelembe a jogszabályokat. És erre számos példa van, akár ugye szigorú szabályok vannak arra, hogy hogyan lehet bankszámlát nyitnunk, hogyan lehet azonosítani, hogyan juthatunk bankkártyához, de azért mégis látunk olyan példát, amikor Európai Unión kívül, akár és ezt saját magunk is igénybe vehetjük, hozzá lehet jutni valamelyik nagy világbrendet képviselő kártyatársaság kártyájához, és nem kellenek azok az azonosítási mechanizmusok, amit itthon egy banki bankszámla nyitásnál kell. Szóval ezért ez egy komoly kérdés és egy komoly probléma, amit valahol kezelni kell, és jogosan érzi úgy egy Európai Uniós szolgáltató, akár pénzügyi területen is, hogy igen, neki rengeteg szabályt be kell tartani, ő be is akarja tartani, be is tartja, ugyanakkor a végén, amikor a piacra megy és szolgáltat, azt látja, hogy ő minden szabályt betart, rajta számon kérik, mert számon kérhető, egy másik, aki meg kívülről jön, az nem biztos, hogy betartja, de nem tudják rajta számon kérni. Nagyon nehéz szankcionálni, nagyon sokszor erőfölénnyel is vissza tud élni, és ergo billen a verseny. És ezt valahol, hát ezt mindenképp kezelni kell a magának, az uniónak, a jogalkotónak is, az Európai Uniós jogalkotásba is, hogy ebbe valami egyensúlyt kell teremteni, különben nem fog tudni működni, és bármilyen szabályozást hozunk, a sokkal inkább majd átbillen oda, hogy a végén a piac úgy fogja megélni, hogy ellehetetlenedik a szolgáltatása, mert nem tud versenyképes lenni. Ez egy nagyon nehéz probléma, ezt látjuk, tudjuk, de ezt szerintünk kezelni kell, és ezzel kell foglalkozni. Vannak erre nagyon jó példák, nagyon jó nyitottságok. Mi magunk is, ugye benne vagyunk egy ilyen Európai Uniós Fizetési Szolgáltatók Szövetségébe, ahol ezekkel a kérdésekkel lehet foglalkozni, és erre nagyon nyitott maga a bizottság is, tehát a bizottság is nyitott. Ebbe is szerintem összefogás kell, hallatni kell a hangunkat, és talán együtt el lehet azt érni, hogy olyan keretrendszerek jöjjönek létre, ami megadja a kellő védelmet, ugyanakkor a lehetőségekbe is egy transzparenciát teremt, és ugyanolyan lehetőségekkel tudunk az adott piacokon versenyezni, és akkor el tudjuk érni azt a célt, amit szeretnénk. Nem lesz egyszerű, én azt gondolom, hogy az egy összefogáson fog múlni, hogy tudunk-e olyan összefogást, olyan együttműködést létrehozni, hogy kellően hangosak tudunk lenni, és tudjuk hallatni a hangunkat, és jó példákat tudunk mutatni, és akkor azzal talán meggyőzhetőek maguk a jogalkotók, meg a döntéshozók is. Köszönöm szépen, vezérigazgató úr. Becsatornáznék két hallgatói kérdést is. A tapasztalatok szerint a fogyasztóvédelmi szabályozás mennyire rugalmasan tudja követni a gyors technológiai változásokat? És egy másik kérdezőnk pedig arra kíváncsi, hogy hova is tartozik a technológia szabályozásának a kérdésköre, van-e erre kijelölt szereplő, vagy itt kormányzaton belül is együttműködés útján valósul meg, esetleg még több alkotmányos intézmény tudja kinyilvánítani a véleményét e tekintetben. Talán államtitkár úrnak adnám meg a szót erre vonatkozóan első körben, de természetesen várom a többi hozzászóló véleményét is. Köszönöm. Én itt visszautalnék professzor úrnak az előző hozzászólására, hogy a technológiát, azt, tehát a technológiai semlegesség, az pontosan erre vonatkozik, hogy a
nyújtott szolgáltatás biztonságával, megbízhatóságával kapcsolatos feltételeket határozzon meg, nem pedig konkrét technológiai megoldást ajánljon. Gondoljunk, ami talán a hallgatóknak, nézőknek is jól érthető példa lesz, ugye, ami már felmerült, a GDPR. A GDPR az ugye azt mondja, hogy az anonim adatokra nem kell alkalmazni a személyes adatok kezelésének az elveit. De igazából csak irányokat mutat arra, hogy mi az az anonim adat, ezt nem definiálja. Sőt, eléggé lazán definiálja, azt mondja, hogy a anonimitás megítélésénél figyelembe kell venni a technológiai fejlődést, az, hogy milyen előnyt lehet elérni az anonimitás töréséből, mennyi időbe telik, milyen költsége van ennek. Tehát nem egy abszolút fogalomként definiálja. A pénzügyi szektorban természetesen ennél keményebb fogalmak, vagy pontosabb fogalmakat kell használni, de semmiképpen nem szabad ilyet kimondani. Ugye az eIDAS rendelet az ebből a szempontból, hogy az Uniónak az elektronikus azonosításról és hitelességről szóló rendelete, az nem tartalmaz technológiát egyáltalán, viszont, tehát, vagy ami technológia belőle, az mondjuk a legalább fokozottan biztonságos elektronikus aláírásnál azt mondja, hogy a dokumentumhoz kell kötődni, olyan információt kell felhasználni az aláírás létrehozásához, amely nagy valószínűséggel csak az aláíró rendelkezett, stb. Tehát ilyen jellegű dolgokat. És akkor van a bizottságra bízza, hogy úgynevezett implementation decision-t hozzon ehhez, tehát egy végrehajtási rendeletet, és a bizottságot azt mondta, hogy például az SH1 lenyomatképző függvény, az nem használható elektronikus aláírás létrehozásához, az SH2 típusú, az meg használható. De ezek követik a technológiát, tehát maga a jogforrás, az nem ennyire technológiához kötött. Tehát a kérdező nagyon jó kérdést tett föl, igen, ez itt bizony a jogalkotási szinteknek kell igazodni ahhoz, hogy a technológiától eléggé absztrakt szinten maradjon a jogalkotás csúcsán lévő rendelet. Tehát az uniós rendelet az ne tartalmazza ilyen technológiai dolgokat. És volt még egy, ja igen, hogy kihez tartozik. A technológiai rész a szabvány. Tehát az nem egy államigazgatási feladata a szabványnak a kezelése, tehát erre megvannak azok a nemzetközi szervezetek, akik ilyet tesznek. Ugye ezek többnyire valamilyen paperből, tehát egy tudományos dolgozatból indulnak ki, már a műszaki alapjai, később esetleg találmányként, szabadalomként bejegyzik, és utána készítenek belőle valamilyen szabványt, amik általában nemzetközi szinten alkalmazhatóak. Tehát itt az államigazgatásnak nincs dolga. A konkrét alkalmazáshoz, ahhoz viszont, mivel pénzügyi területről beszélünk, itt elsősorban a Nemzeti Bank felelőssége. A közterviselési szabályokat azt a pénzügyminisztérium felelőssége megalkotni és előterjeszteni. Tehát attól függ, hogy mit akarunk szabályozni, a megoldásnak melyik részével akarunk foglalkozni. Tehát itt ahhoz, hogy egy intézmény használhatja-e azt a szabványt, azt az MNB kell, hogy megmondja. Tehát mindenki a saját területén belül, maga az alkalmazás, azt már a kérdező kérdésében is benne van valamennyire válasz. Igen, az állami feladat, és ott attól függően, hogy milyen jogterületet szabályoz, attól dől el, hogy melyik szabályozónak a felelősségi körébe tartozik. Köszönöm szépen. Professzor úr, mintha jelezted volna, hogy van kiegészítésed ehhez a tárgykörhöz. Igen, tulajdonképpen csak nagyon rövid a kapcsolódás elnök úr, az a fogyasztóvédelem területén, hogy ez egy viszonylag amiatt nehéz kérdés, mert az egyik oldalon nyilván van, talán többen hallottak róla, hogy ugye 2020-ban megszedett az Európai Unió új fogyasztói stratégiája, ami nagyon rezonál erre az egész zöld átállás, digitális átállás témakörre, tehát azt lehet mondani, hogy elég erőteljesen az európai szabályozás prioritásai között van a fogyasztóvédelem területén, ez a teljes digitális jogszabályalkotáshoz való viszonyulás. Ha konkrét szűkebb témáról beszélünk, a pénzpiacokról most nagyon leegyszerűsítve,
akkor ebben a fogyasztói stratégiában elő van irányozva egy pénzpiaci fogyasztóvédelmi szabályrendszernek a kiépítése, ami nyilván ebben a digitális összefüggésben is értelmezhető. Tehát lehet azt mondani, hogy azért az utóbbi években, és így a rövid távú jövőképet illetően az Európai Uniós Indítatású fogyasztóvédelmi szabályok azok egyre erőteljesebben rezonálni fognak a digitális átállás, ezért most már nem indokolta mondjuk digitális fogyasztóvédelmről beszélni. Viszont ebben a konkrét kérdésben, ami a megosztott főkönyvi technológiák kísérleti rendszerére vonatkozó rendelet, itt magát a fogyasztónak a szerepét látom én személy szerint relatíve kicsinek. Tehát azt nem gondolom, hogy ehhez a szabályozáshoz erőteljes fogyasztóvédelmi támogatás fog kapcsolódni, mert azok a tőkepiaci, pénzpiaci szereplők, akik mondjuk egy tokenizált részvény vagy kötvényhez egyáltalán hozzájutnak, most nem is a kibocsátó oldalról beszélek, azok valamilyen okból profi szereplői mondjuk a tőke és pénzpiacnak, tehát valószínűleg ők fogyasztóvédelemben nem fognak részesülni. Hát ehhez a szabályozáshoz szerintem erőteljes fogyasztóvédelem nem fog csatlakozni, de az általános digitalizációs folyamatokhoz, egyáltalán a pénzpiacokon lévő digitalizációhoz viszont van egy komoly koncepciója az Európai Bizottságnak, amivel folyamatosan találkozunk ezek a jogalkotási produktumokkal, úgyhogy a fogyasztóvédelem relatíve releváns módon és gyorsan követi ezeket a folyamatokat. Csak ennyivel szerette volna kiegészíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadnám a szót docens asszonynak, azt követően pedig Urbán Viktor kollégámnak. Felhívva a figyelmet arra, hogy kérdezőinket foglalkoztatja, segítve ezzel keretes szerkezetbe foglalni beszélgetésünket, hogy a CBDC-k, a digitális jegybankpénzek esetleges bevezetése mennyiben mozdítaná elő a pénzügyek digitalizációját, és másik kérdés pedig arra vonatkozóan érkezett, hogy a dematerializált értékpapírok kibocsátásánál látunk-e blokklánc alkalmazási lehetőséget. Kérlek, hogyha módotok van, térjetek ki erre is. Köszönöm. Köszönöm szépen, bár én úgy gondolom, hogy Viktor volt előbb jelentkezőként, de ha nem bánod, akkor én gyorsan így válaszolok. Kicsit összekötve az új kérdésekkel, de a régiekkel is. A sandbox egy nagyon-nagyon fontos és nagyon jó dolog nálunk Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon mi el is vagyunk kényeztetve, mert van sandboxunk. Én is használtam már fejlesztések során, tehát nagyon-nagyon jó ez, hiszen vannak olyan fejlesztések, amik versenykörnyezetben nem élnék túl. Tehát ott, ahol az ügyfélnek a bizalma egy elsődleges értékteremtő tényező, ott nem lehet mindent élesbe kitenni, és élesben fejleszteni egy banknál, egy cégnél, bármilyen intézménynél, és ez jelentősen segíti is a szabályozásnak az ilyen utókövetését, vagy akár egy előre meghatározott nyomvonal kialakítását. Én úgy gondolom, hogy ez egy tanuló rendszer, ugyanúgy, ahogy valamikor nagyon régen az, hogy postakocsin szállították a készpénzt, a pénzt, mert már volt akkora kereskedelmi forgalom, ott is újdonságként történt meg az többször, hogy támadások miatt ellopták a pénzt, és ezt valahogy kezelni kellett. Tehát mindig van, aki kiskapukat rosszra használja. Ez csak egy másik fejlődési szint, amikor azt mondjuk, hogy egy digitális szintéren ugyanez megtörténhet. Tehát ha ott kezdjük el a mai sztorinkat, hogy mondjuk a Bitcoin az egy proof of work-ként képviseli a decentralizált biztonságközpontú valutát, akkor ha mögé nézünk, akkor tulajdonképpen, és nagyon sokat beszélgettem fejlesztőkkel, saját hallgatóimmal is, hogy a konszenzus protokoll jellegét, egy úgynevezett CBA rezisztencia mechanizmus, tehát egy blokk tulajdonos választó algoritmus, illetve egy helyes lánc választó algoritmus közös működtetése eredményezi. Na ez volt az a pont nálam, és ez többször előfordult, és erre ideig akartam eljutni, ez az a pont, ahol nekem összeérnek a szabályozási háttér erősítő tényezők. Tehát például a tokenizált értékpapír állampapírok és a zárt konzorcium platformok esetén mondjuk a GDPR és a leendő blockchain törvény egymást erősítő hatása, mert tulajdonképpen szerintem ez a felügyeleti stabilitást is egy ilyen biztonságos környezetté, vagy biztonságát megadhatja ennek. Most, hogyha nagyon leegyszerűsítem, meg mindig szélsőséges példákat szoktam hozni. Ha van egy hacker támadás,
Az első és ilyen nagyon szélsőséges, biztos mindenki emlékszik rá, a MT Gox-nak a hacker támadása. Ahhoz, hogy vissza lehessen állítani, hát elég sok munka van ebben, hogy kinek mennyi pénze volt. Na most, hogyha ehhez van egy jó szabályozás, van egy jó technológia, van egy jól kialakított intézményi környezet, akkor sokkal gyorsabban, és ugye országon belül vissza lehet azt állítani, hogy kinek a pénztárcájában mennyi pénz volt, ez gyorsan, sokkal kevesebb erőforrásokra épülve. Amit ezek a szabályozások, egy blockchain törvény, egy GDPR, azáltal, hogy tudunk azonosítani adatokat, információkat a pénztárca, a wallet tulajdonosokkal, szerintem ez egymást erősítő hatás lehet. És én úgy gondolom, hogy ezért lesz ez egy mértékadó lépés a sandboxnak a nagyon jó előkészítő munkája során. Tehát én ebben az összefüggésben látom, hogy pont most vagyunk nagyon jókor, nagyon jó helyen, hogy ezeket a szabályozásokat, amik eddig szigetszerűnek tűntek, valaminek volt árnyoldala, valamit nem szerettünk, itt most nagyon jól össze lehet folyatni ebben a tokenizált értékkörnyezetben. Köszönöm szépen. Hogy látod, Viktor, valóban a megfelelő időpontban alkotjuk meg a megfelelő szabályozási aktusokat? Kicsit megpróbálom árnyalni nagyon röviden. Ugye a piac benne értve a szürke és sötét szürke és világosabb cégek működését is olyan aggodalommal figyeli a szabályozást európai szinten is, meg tagállami szinten is, hogy vajon nem lehetetleníti-e el a ő piacukat. Tehát ugye most egy reális kérdés az, hogy kijön a MiCA, kijönnek tagállami rendeletek, vajon egyáltalán túléli-e, most mondjuk úgy, hogy a kripto eszközök piaca, de bármi mást is érthetünk ez alatt, tehát ha nagyon bulvárosan fogalmaznék, akár a blockchain is, hogy túléli a szabályozást, és ez egy elgondolkodtató kérdés, hiszen hát, hogy elnök úrnak a hagyományos megfogalmazását idézzem, hogy a blockchain esetében egy megdönthetetlen matematikai garancia tud lenni a háttérben. Tehát abból a szempontból a jogi szabályozásnak nem lenne feltétlenül dolga az, hogy ezt még tovább tetézze, viszont nyilván az, hogy kiszolgáltat, kihasználja ezt az egészet szolgáltatás nyújtásra, az nagyon nem mindegy, meg az sem, hogy egyébként ő mennyire jó hiszemű vagy rossz hiszemű. Bejön a szabályozás, elkerülhetetlen az, hogy egy csomó aspektusban azt, amit gondolunk a kriptókról, a blockchainről befolyásolni fogja, és kialakulhat egy olyan helyzet, hogy a hagyományos gyakorlatilag inkumbens szolgáltatók úgymond nyerekbe kerülnek, és egyfajta helyük belépnek, vagy átveszik ennek az innovációnak az zászlós hajóját olyan cégektől, akik egyébként inkább startupnak minősíthetők, ha így rájuk nézünk. Nem tudom megítélni, hogy ez egyébként helyes, vagy helytelen, jó vagy rossz. Egy ilyen típusú megközelítéssel játszanék el, hogy az elosztottság, a decentralizáltság túlélésének lehet, hogy a centralizáltság és a szabályozottság burkában van a helye, és nem tudom, hogy ez egyébként az innovációt erősíti, vagy gyengíti, ennek a technológiának az elterjedését segíti, vagy rontja, és most tudom rácsatlakoztatni a CBDC kérdésére. Nyilvánvalóan egy csomó ország olyan jegybanki digitális pénzt fog megcsinálni, ami abszolút nem blokkláncon működik. Érdekes, hogy ez a téma mégis a blokklánc megjelenésekor, a kriptók megjelenésekor vetődött föl egyáltalán. Tehát úgymond hozta ez az innováció ezt a gondolatiságot, hogy hát most már lehet, hogy egyes társadalmak elbírnák ezt, hogy legyenek kriptók, vagy legyen digitális pénzforgalomban. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy azoknak a CBDC-knek köze lesz a hagyományos felfogású technológiai megközelítéshez a blockchain-en belül, hanem lehet, hogy ettől teljesen eltérők lesznek, és teljesen eltérő irányokba mennek, már csak azért is, hiszen a jegybank is egy nagyon erősen szabályozott kibocsátó tud lenni, tehát nagyon kiszámíthatatlan ma még úgy gondolom, de egy nagyon meghatározó szempont lesz az, hogy
hogy a ilyen szabályozott intézményeké lesz-e majd a szabályozás által az egész eszközrendszer, vagy pedig megtartja ez a szabad innovatív jellegét. Köszönöm szépen, Viktor. Államtitkár úrnak a nagyfokú műszaki jártasságára is appellálva becsatornáznék egy hallgatói kérdést egyúttal, amely az egyes kriptoeszközök nagy magas energiaigényére vonatkozik. Hogyan látod ezt a kérdést? Gyorsan csak egy szóba a CDBC-re visszautalva, hogy ez mit jelentene? Ez azt jelenteni, hogy én egy digitális szolgáltatást indítok, és nekem külső fél közreműködése nélkül tudnak fizetni. Tehát elképesztő eredmény lenne. Ehhez nem kell hagyományos értelembe vett blokklánc, de kriptopénz kell, ahol nem a zártság adja meg a hitelességet, hanem maga a pénz a digitális adat reprezentáltsága által jutna át. Az én alkalmazásomban az érték, amit egyébként utána a jegybank főkönyvébe jelentenék be. Tehát nem kéne hozzá bányászat, stb., a hitelesség a jegybanktól származik. Hát ő a hitelesség forrása, ő emittálja a pénzt, magát a monetáris eszközt. Tehát erről annyit tudok mondani, hogy óriási eredmény lenne, és ott nem kell szibillettektől tartani meg, stb. Tehát ilyen problémák nincsenek. Nincs bányászat sem. A bányászatról. Ha egy olyan blokklánc rendszert csinálnánk, na, a bányászatra azért van szükség, hogy eldöntsük, hogy ki könyvelheti le a tranzakciót. Tehát ennek ez az egyetlen oka, hogy eldöntsük. Ugye én most itt a Dunaparton ülök egy irodázban, itt van előttem a Duna, hogyha egy olyan blokklánc rendszert hoznánk létre, ahol mindenki, aki nódot üzemeltet, az kimegy horgászni, és aki az első pontot fogja, az könyvelheti a következő blokkot, az teljesen jól működő, feltéve, hogy mindenkinek egy horgászbotja van, meg ugye ez a szibillettek probléma, tehát hogy mindenkinek egy horgászbotja van, és másrészt pedig, hogy elég sok hal van a Dunában. Tehát, hogyha akkor ez egyszer tud működni, és azon nem kell vitatkoznunk, tehát van valami konszenzus abban, hogy ki fogta ki a halat. Tehát ezt valamilyen módon be tudnánk bizonyítani. A bányászat ez ugyanaz. Meg kell egy olyan, az előző blokk hashkódjához hozzá kell tűzni valami olyan adatot, ami azt eredményezi, hogy a hashkód úgy változik meg, hogy még 15 nullával kezdődjön. Ezt pokoli sokat kell próbálgatni. És nagy informatikai kapacitás, meg sok energiára van szükség. Ez bármivel, ha lenne egy véletlen számgenerátor az univerzumban, akkor arra azt is felhasználhatnánk. Tehát ha lenne egy elég nagy frekvenciával, véletlenszerűen villogó pulzár az égbolton, azt felhasználhatnánk arra, hogy a blokklánc rendszernek a hitelességét. Ugye ez egy olyan pulzár legyen, hogy emberi akarattól ne függjön. Tehát legyen jó messze. Akkor ezzel megoldottuk. Ha valaki tud emberi akarat nélküli, vagy nélkül működő véletlenszám generátort produkálni, akkor megoldottuk a problémát. Természetesen a centralizált főkönyvi rendszereknél, nem szívesen mondunk egy blokklánc, de hát úgy szokták ezt is írni, az ilyen blokklánc rendszereknél erre egyáltalán nincs szükség, és nem is így működnek. Tehát ott nincs ilyen energia probléma. Úgyhogy ez lenne a válaszom. És itt van még egy kérdés a szervezetbűnözésről, azt nem tudom, hogy mondjam-e, vagy még egy előtt. Ha kívánod, akkor adj rá választ. Úgy hangzik, hogy mennyire használja a szervezett bűnözés a blockchain technológiát a pénzügyeire, ahogy a kérdező megfogalmazta. Igen, ugye ez egy általában NAV-nak a bűnügyi főigazgatóság által nyomozott bűncselekménytípus. Van egy bűnügyi informatikai szakmai felderítő főosztályunk. Ott működnek különböző blokklánc rendszereknek a nódjai, valódi könyvelő nódok, tehát akik részt is vesznek a versenybe a könyvelésért, nyilván gyűjtik az információt. Nem csak a blokkláncba tárolt információt, hanem más információt is gyűjtenek, ami a műszaki környezetről felismerhető, és használunk nemzetközi szinten használt láncanalizátor programokat is, és ugye ezek
ezek úgy tekintendők, mint a user által nyilvánosságra hozott adatok. Tehát itt nem játszik a GDPR, stb. Ez olyan, mintha Facebookra rakna valaki föl önmagáról adatot, tehát itt akár készletezni is lehet az adatokat. Tehát nincsenek ilyen jogi skrupulusok ezzel kapcsolatban, és célhoz kötöttem, nyilván bűnségek felderítéséhez és bizonyításához ezeket felhasználjuk. Vannak piacon elérhető eszközök is, és vannak saját szakembereink is, akik igen kreatív módon gyűjtik be ezeket az adatokat. Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy ma már vannak zero knowledge proof elven működő ezek az EK-SNARK rendszerek, ahol pokolian nehéz azt megállapítani, hogy honnan származik a tranzakció, főleg, hogyha ezek ilyen olyan típusú, talán inkább a dark webhez tartozó ilyen onion networkökhöz, tehát ilyen rétegelt onion networkökhöz tartoznak, ott azért nagyon-nagyon kemény. Ott valami hibát kell, hogy védsen az elkövető, hogy megfelelő felderítési eredményt érjünk el. De a normál, nyilvános blokklánc rendszerekben sokan meglepődnének, hogy milyen jó felderítési eszközöket tudunk használni. És ezeket ma már a bíróság előtt a büntetőeljárási szabályok szerint tudjuk bizonyítani, akár az elkövető személyét is, illetve hogy milyen célt szolgált maga a végrehajtott tranzakció, és a gyakorlat szerint ezeket már el is fogadják mind a vádhatóság, tehát az ügyészség, mind pedig a bíróság, ugye mi nyomozó hatóság vagyunk. Köszönöm szépen államtitkár úrnak ezt az önmel megnyugtató választ. Technológiától független általános érvényű mondás, hogy jó társaságban repül az idő, ezért vezérigazgató úrnak úgy tudom megadni a szót, hogy egyben felkérem őt elsőként záró gondolatainak megfogalmazására. Köszönöm. Én ahhoz a kérdéshez szerettem volna egy érdekes megközelítést mondani, hogy a pénzügyi szektor digitalizációját mennyiben segítheti a digitális jegybankpénz. Mi egy picit ezt megfordítottuk, mi azt mondtuk, vagy azt gondoljuk, hogy azokat a szolgáltatási értékláncokat kell digitalizálni, ami a felhasználókat éri el, és ha már digitális értékláncban van, akkor lehet befűzni a digitális pénzügyi szolgáltatást. Tehát mi erről az oldaláról látjuk. Nekem a kedvenc példám, ha Népligetbe kimegyek és nézem, hogy mikor indulnak a buszok a táblán, akkor valószínűleg utána odasétálok a pénztárhoz és megveszem a jegyet. De ha mindezt már egy digitális eszközön, egy digitális csatornán teszem meg előtte, akkor nagy valószínűséggel már engem könnyen rá lehet arra venni, hogy magát a pénzügyi műveletet is majd digitálisan végezzem. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ezzel is kell nagyon sokat foglalkozni, hogy ne csak az alapinfrastruktúrát digitalizáljuk, hanem azokat a szolgáltatási utakat, amivel el tudunk érni a digitális pénzügyi szolgáltatásokhoz, és akkor így tudjuk segíteni a digitalizációt, az innovációt. És hát ilyen összefoglaló záró gondolatként én azt tudnám elmondani, hogy önmagában a beszélgetés is egy nagyon izgalmas és érdekes. Köszönöm szépen a szervezőknek, hogy ezt létrehozták, és köszönöm szépen azt is, hogy én itt lehettem és meghívtatok. Én azt gondolom, hogy erről a témáról nagyon sokat és nagyon sok megközelítésből lehet még beszélni, kell is beszélni. Én arra biztatok mindenkit, hogy egyre többen folytassuk azt a fajta gondolkodást, amit említettem az elején, hogy ezt már többen elkezdtük, ilyen közösségi projektet, pont a blokklánc témára indítottunk el, és publikáltunk is egy könyvet, egy kiadványt, ahol ezeket a kérdéseket kezdtük el feldolgozni, hogy milyen úszkézeket lehet, valós úszkézeket találni. Ezt a munkát is lehet folytatni, és rengeteg ilyen érdekes kérdést még föl lehet dolgozni. Én azt gondolom, hogy ha működnek ezek a műhelyek, ahol ilyen szakmai kérdésekről kezdünk eszmét cserélni és beszélgetni, akkor el tudunk oda jutni, hogy izgalmas, és olyan szolgáltatásokat hozunk létre, ami üzletileg is, illetve a szereplők számára is jól tud működni, egy ilyen széles együttműködési körbe, akár a
kormányzatnak, a közigazgatásnak, de akár az üzleti világnak is, és nem utolsó sorban szerintem foglalkozunk nagyon sokat a felhasználókkal, azzal, hogy egy-egy felhasználót, vagy egy felhasználói csoportot, vagy réteget hogyan tudunk megszólítani, hiszen rengeteg kérdésről beszéltünk, de azért az sokszor visszajön, hogy a felhasználók nagyon egyszerű megoldásokat szeretnének látni, ők nem heavy userek, ők tényleg egy adott élethelyzetben, egy adott szituációban a lehető legegyszerűbben akarnak valamit elérni, és ha már a digitális mobil környezetben vagyunk, akkor ugye az a nagy mondás, hogy 3 klikkeléssel, ha megy valami jó, ha már a negyediket kell klikkelni, akkor fogjuk és félretesszük. Szóval én szerintem vigyük tovább ezt a témát, és köszönöm szépen, hogy meghívtatok, meg köszönöm ezeket az izgalmas gondolatokat, amit hallottam, és én remélem, hogy ezt a fajta gondolkodást ezt lehet folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Professzor úr, szabad felkérnelek arra, hogyha esetleg valamely témát még nem érintettünk, amelyet szükségesnek látsz a mai alkalommal megemlíteni, avagy aláhúzni egy kulcsgondolatot, kérlek, akkor ezt tedd meg most. Nagyon szépen köszönöm, én igazából nem húzom az időt, még talán megvászolnék egy rövidke kérdést, ami itt arról szólt, a YouTube-ról jött, hogy a dematerializált értékpapír kibocsátásánál szóba kerülhet-e a blockchain technológia. Ez természetesen egyértelmű, igen, a válasz erre. Nagyon sok nemzetközi példa már van szabályozás nélkül is, tehát hogy egy cég a saját részesedését, vagy magában lévő tulajdonos részesedést tokenizált formában értékesítette. Nyilván ezek a pénzpiaci eszközöknek tokenizált formában való piacosítás és az egész szabadási rendszer, ez nyilván ezt fogja majd alátámasztani. Úgyhogy erre kérdésre egyértelmű igen a válasz. Ez is egyébként elég megtermékenyíten fog majd hatni a kapcsolódó jogi szabadásra. Kíváncsi vagyok a társaságjogot, hogyan fogják ehhez képest vagy tőkepiaci jogot hozzáigazítani ehhez a kérdéskörhöz. Egy nagyon rövidke záró gondolat, és nem húzva az időt, én nagyon-nagyon örülök, megmondom őszintén ennek a sandbox jellegű szabályozásnak a megjelenésének. Szerintem ez egy óriási lökést ad az egész digitális piacoknak, az digitális szabályozásnak, technológiai fejlődésnek, egyáltalán nemzetközi versenyképességnek, és hát mindazokat a szempontokat, amiket ez a rendelet felsorol, csak a pénzpiacokra vonatkozóan, hogy nyilván ez egy óriási fejlődési potenciál magának a pénzpiaci vállalkozásoknak, felhasználóknak, ebben csak teljesen egyet tudok érteni. És hát azt gondolom, hogy ezen a területen, ami az egyik legnehezebb és legnehezebben érthető terület, egy ilyen előre haladott jogi szabályozás, mondjuk akár mesterséges intelligencia szabályozáshoz, vagy egyáltalán az európai adat vagyon adott gazdaság építésében, ez egy nagyon fontos milestone. Úgyhogy az, hogy mi ebben együtt tudtunk gondolkozni, és egy ilyen gyümölcsöző beszélgetésnek a részese lehettem, ezt én is nagyon szépen köszönöm természetesen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Docens asszonynak, Évának, a szakosztály elnökének adnám meg a szót. Nem tudom, Éva, látsz-e esetleg lehetőséget arra, hogy a folytatásra is kerítsünk valamikor alkalmat? Köszönöm szépen, és még egyszer megköszönöm, hogy beszélgető partnerekként, tényleg ennyire partnerként fogtuk föl egymást, és én már a beszélgetésünk előtt ezen gondolkodtam, hogy ez nem lesz elég. Tehát látva, hogy kik fogunk mi egymással beszélgetni, én tudtam azt, hogy olyan tématerületek kerülnek felvetésre, és olyan irányultságok, amiket biztos vagyok benne, hogy folytatnunk kell, úgyhogy én ezt tervezem is, és nagyon szeretném is kérni a résztvevőinket, illetve a beszélgető partnereimet, hogy legyetek nyitottak, kérlek arra, hogy felkérhesselek benneteket még egy soron következő beszélgetésre. Ez az egyik. A másik pedig ugye elhangzott itt az, hogy a tesztkörnyezet nagyon, nagyon fontos és előremutató a szabályozásnak az előre mozdulásában, meg a felhasználók elérése. És én azt is szeretném mondani itt a többi beszélgető társamnak, akik mind-mind egy nagyon fontos területét képviselik a technológiai vagy piaci környezetnek és érintetteknek, hogy gondoljatok ránk, gondoljanak ránk,
mint oktatási intézményre, hiszen mi elérjük a felhasználók nagy körét. Vagy tanítjuk őket, vagy olyan kutatásaink vannak, ahol nagyon nagy létszámú felhasználó, szakembert, akár fejlesztőt is elérünk, és nagyon sok olyan kutatásom van saját kutatócsoportban is, ahol például fintech fejlesztéseket, hiszen itt a fintech képzésünk, nagyon sok fejlesztést szeretnénk is sandboxba bevinni, illetve rengeteg olyan felhasználói közeget érünk el, ahol lehet is tesztelni ezeket a kérdéseket, vagy már fejlesztett eredményeket. Úgyhogy én nem csak egy beszélgetési területen, hanem több területen is motiválnám azt, hogy működjünk együtt, és nagyon szépen megköszönöm, hogyha erre pozitív lehetőséget ajánlotok, vagy pozitívan nyilatkoztok erről. Köszönöm szépen. Urbán Viktor kollégámat kérdezném, hogy van esetleg kiegészíteni valója az elhangzottakhoz? Köszönöm szépen, bennem már nem maradtak további gondolatok, úgyhogy én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem veletek. Államtitkár úr, hogyha esetleg kívánsz valamit hozzáfűzni erre, természetesen adott a lehetőség. Nagyon élvezetes volt számomra ez a beszélgetés. A beszélgető partnereimtől nagyon sokat tanultam. Nagyon, ami gondolat már bennem is megfogalmazódott, azt más aspektusból is megismerhettem, úgyhogy én magam is, mint közönség is nagyon élveztem ezt a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy lehetőség volt erre. Én is köszönöm valamennyi résztvevőnknek, hallgatóinknak, hogy figyelemmel kísérték az interdisziplinaritás elemeit is hordozó beszélgetésünket. Bízom benne, hogy tartalmasnak találták azt. Szeretném még egyszer kiemelni, hogy az utóbbi is megtekinthető az MKT YouTube csatornáján, és az elhangzottaknak megfelelően magam is tisztelettel bízom benne, hogy nem is először, és reményeim szerint nem is utoljára tudtunk ilyen, avagy ehhez hasonló körben beszélgetni ennek a fontos és fejlődő témának az apropóján. Tisztelettel köszönöm szépen még egyszer, mindenkinek szép estét kívánok!